estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió szerda esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, jöjjenek legfontosabb híreink! Lázár Jánost indítja a Fidesz az április 8-ai választásokon. Csongrád megyében nincs munkanélküliség. Tető alá hozták a levéltár új épületét. Döntött a Fidesz, Csongrád megye 4. számú választókerületben Lázár Jánost indítja az április 8-ai választásokon. A jelenlegi országgyűlési képviselő nem marad ellenfél nélkül, az összes ellenzéki párt indít jelöltet a kerületben. Mind a 106 egyéni választókerületben indít jelöltet a Fidesz, és mindannyiuk személyéről is megszületett a döntése a tegnapi választmányi ülésen. Nagy meglepetést talán nem okozott a kormánypárt döntése a makói vásárhelyi kerületben. Itt ismét Lázár Jánost indítják. Hidvégi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója a testület tanácskozása után elmondta, arra fognak törekedni, hogy azt a politikát folytassák, amellyel közösen sikeressé tették Magyarországot. Lázár Jánosnak szép számmal akadt kihívója. Az MSZP már tavaly nyáron bejelentette, Rója Istvánt, a JAG korábbi igazgatóját jelölik a választásra. És bár Botka László azóta lemondott a miniszterelnöki jelöltségről, Rója személyét továbbra is támogatja az MSZP. A Demokratikus Koalíció elnöke Gyurcsány Ferenc makói fórumán mutatta be a párt országgyűlési képviselő jelöltjét, Mucsi Tamást. És itt azt is elárulta, a DK nyitott arra is, hogy egy másik ellenzéki jelölt javára visszaléptesse saját jelöltjét. Később az MSZP-vel megegyezés született, így Mucsi Tamás vissza is lépett Rója István javára. A Jobbik színeiben ismét Kis Attila makói állatorvos indul, ahogy 2014-ben is, amikor a makói polgármesteri választáson is megmérettette magát. Az Együtt a szegedi Weber Katalint nyugalmazott könyvtárost kérte fel, a Momentum pedig a szintén szegedi Jakab Tamást. A lehet más a politika jelöltje Pongrácz Gergely, a párt alapító tagja, aki Budapesten él. Most pedig egy közlemény következik. Áder János köztársasági elnök 2018. április 8-ára tűzte ki az ezévi általános országgyűlési képviselői választásokat. A polgármesteri hivatalban személyesen lehet jelentkezési lapot igényelni, amely kitöltésével van lehetőség jelentkezni a szavazatszámláló bizottságba, de a dokumentum letölthető a város honlapjáról is. A jelentkezési határidő 2018. január 20-a. A kitöltött éveket postán kell eljuttatni, vagy személyesen is leadhatóak a polgármesteri hivatal 37-es irodájában. Csongrád megyében gyakorlatilag nincs munkanélküliség, hiszen ennek rátája valamennyi településen körülbelül 2-3% között mozog. Ezt dr. Juhász Tünde kormány megbízott jelentette ki tegnap azon a tematikus értekezleten, amelyet Makói járás polgármestereivel közösen tartottak. Itt az is kiderült, jó úton halad a közfoglalkoztatottak kivezetése az elsődleges munkaerőpiacra. Az elmúlt évek tapasztalatai arra késztették a Csongrád megyei kormányhivatalt, hogy járási szinten még január hónapban tematikus munkaerőpiaci értekezleteket szervezzenek. Legutóbb a makói járás polgármesterei kaptak tájékoztatást a 2018-as foglalkoztatás politikai célokról és irányelvekről. Dr. Juhász Tünde kormány megbízott kiemelte, Csongrád megyében gyakorlatilag nincs munkanélküliség. Az, aki el akar helyezkedni, annak minden lehetősége adott. Ugyanakkor számos uniós forrásból finanszírozott, a GINOP keretében futó projekt van, mely a megyében éves szinten több mint 2200 fő bevonását, azok valamilyen támogatásban részesítését segítik elő. Ehhez csatlakozik még a közfoglalkoztatottak programja. Ennek kapcsán hangsúlyozta, kimondott kormányzati cél, hogy mindenkinek az elsődleges munkaerőpiacon kell elhelyezkednie. A közfoglalkoztatás azért mégiscsak egy munka, és ugye az nagyon fontos, hogy a közfoglalkoztatásból való kivezetés az ne az állástalanságba hullást jelentse, hiszen akkor ugyanott tartunk, ugyanúgy szociális gondoskodásra fog szorulni az az álláskereső, tehát ezért szeretnénk a lehető legjobb megoldást, és minden érintett fél számára a legkedvezőbb megoldást megtalálni. Az álláskeresők létszáma a makói járásban jelenleg 949 fő, ez a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 5% alatt van. Tudtuk meg Lakatos Tóth Andor járási hivatalvezető helyettestől. Céljuk, hogy ez a továbbiakban is alatta maradjon, ehhez próbálnak olyan eszközöket igénybe venni, mint a csoportos kiközvetítés. Kiemelt feladatuknak tekintik továbbá a közfoglalkoztatottak visszaintegrálásának folyamatosságát is.
A 2017-es év ebben a tekintetben már jó tendenciát mutat. Ugye gyakorlatilag 2018-tól kiemelt foglalkoztatási prioritás az, hogy a közfoglalkoztatottak visszakerüljenek a versenyszférába, viszont már a 2017-es évben is sikerült nekünk jó adatokat produkálni ebbe a tekintetbe, tehát csökkent a közfoglalkoztatottaknak a létszáma, de emellett nem nőtt az álláskeresők létszáma, tehát ebből következően vélhetően a versenyszférába sikerült többeknek elhelyezkedni a közfoglalkoztatásból, és ezt a tendenciát szeretnénk folytatni 2018 évben is, illetve az azt követő években is. Mint megtudtuk, ennek érdekében a Makói Járási Hivatal minden héten elkészít egy összefoglaló tájékoztatót, elsődlegesen a járásban fellelhető aktuális állás lehetőségekről. Az értekezleten jelenlévő polgármestereket pedig arra kérték, továbbítsák ezt a közfoglalkoztatásban dolgozók felé. A terveknek megfelelően zajlanak a Csongrád megyei levéltár Makói telephelyének új otthonául szolgáló épület felújítási munkálatai. Elkészült a főépület teteje, már csak a cserepek hiányoznak, és az új épület szerkezete is áll. Az M-Color 2009 Kft. Még tavaly november elején a munkaterület átadását követően kezdte meg, közel 900 négyzetméteren a tényleges kivitelezést a Petőfi Parki volt óvoda helyén. Méhes Tibor a cég ügyvezetője elmondta, eddig a tervek szerint haladnak, bár az időjárás elég szeszélyes, de reméli tartós hideg nem lesz. Általában 10-15 fő dolgozik folyamatosan a munkaterületen, köztük több makói alvállalkozó is. Szöllősi Béla a beruházás műszaki ellenőre mindehhez hozzátette. A munkálatok bontással kezdődtek, ami a főépület esetében már megtörtént. A zajzatszigetelések készülnek, és ezt követően a fűtésrendszer kialakítása fog megtörténni. A nyilázárókra a mintákat, pontosabban a méreteket levették, a gyártása folyamatban van, illetve a tető szerkezet kapcsán megerősítések megtörténtek, és előkészítése történt a tetőfedésnek. Méhes Tibor, a kivitelező cég ügyvezetője mindehhez hozzátette, a tetővel akadt problémájuk, ott találkoztak több rejtett hibával is, de sikerült ezeket kiküszöbölve teljesen új tetőszerkezet alá hozniuk a főépületet. Ezen kívül dolgoznak a melléképületen is, valamint egy teljesen újat is felhúznak. Az egy raktár épület lesz, két szintes, bent egy ilyen rácsos galéria, a fém szerkezetei állnak, január 20-a után fogjuk kapni a panelt, ami a tetőre kerül és a homlokzati része, úgyhogy január végére az is tető alatt van. Mint arról többször beszámoltunk, a Makói Levéltár mintegy 130 millió forintos kormányzati támogatásból költözhet el. Ehhez további közel 20 millió forintot biztosított az önkormányzat. Összesen 2 kilométernyi iratanyag kerülhet így méltó, modern körülmények közé, és mivel az új épületekben kétszer akkora hely áll majd rendelkezésre, mint a korábbiban, így a városvezetés tárgyalásokat folytat, hogy Csanád vármegye iratanyaga is hazakerülhessen Szegedről. Mint arról többször beszámoltunk, a kormány 9,5 milliárd forinttal támogatja a hagymatikum bővítését és egy új, modern uszodakomplexum megépítését. A témáról a legutóbbi Hírextrában beszélgettünk Cirbus Gáborral, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség helyi elnökével, a város alpolgármesterével. A magazint ma este ismét műsorra tűzzük. A döntést számos egyeztetés előzte meg. Többször tartottak a témában lakossági fórumot, de a civileken kívül tárgyaltak a helyi gazdasági élet szereplőivel, vállalkozókkal. A testület tagjait pedig folyamatosan tájékoztatta a tervezéssel megbízott Makona építésztervező iroda ügyvezető igazgatója, Makovec Benjamin és a fő tervező Gerencsér Judit. Ennek ellenére 3 ellenzéki képviselő, a DK-s Török Miklós, az MSZP-s Gáspár Sándor, valamint a Jobbik színeiben politizáló Zeidler Ádám mégsem szavazták meg a fejlesztést. A döntő többség azonban igen, végül Lázár János országgyűlési képviselő közbenjárására, valamint mivel a kormány kiemelten fontosnak tartja az építészóriás Makovec Imre életművének hagyatékának ápolását, döntés született 9,5 milliárd forint támogatásról. Az idáig vezető útról, magáról, a bővítésről és az úszoda komplexum jelentőségéről, Cirbus Gáborral, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség helyi elnökével, a város alpolgármesterével beszélgetünk a mai Hírextrában. Rendhagyó tanórát tartottak hétfőn a Makói Návai iskolában, melynek vendége Kis Judit Ágnes költőnő volt. A különleges alkalom célja a kortárs irodalom népszerűsítése volt a fiatalok körében.
Négy évvel ezelőtt lett Janáki Marianna az intézmény könyvtárosa. Ekkor jött az ötlet, hogy a klasszikusok mellett érdemes lenne a kortárs irodalomra is nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen ez közelebb áll a gyerekekhez, így érthetőbb számukra. Az első rendhagyó irodalomórára a Tiszatáj folyóirat szerkesztősége jött el, ezt követően pedig kortárs írókat hívtak meg. A felkapott szerzők, Tóth Krisztina például, vagy Grecso Krisztián úgy írnak, hogy a diákok is nagyon szívesen olvassák. És ezért gondolom, hogy nagyon meg kellene reformálni már a magyar irodalom oktatását is, mert a kortárs szerzőket olvasnák a gyerekek, míg a régieket nem értik meg. Gera Ákos képzőművészettel, festéssel és rajzolással foglalkozik elsősorban, azonban az irodalom is nagyon kedves számára. A kortárs szerzők írásai gyakran inspirálóan hatnak művészetére. Azt vettem észre, hogy mondjuk a kortársak kicsit lazábban kezelik ezt az egész témát, tehát régebben sokkal komolyabb szabályok voltak, nagyobb mondani valója lehetett mondjuk egy műnek, szóval szerintem több a tucat cikk ezzel a kortárs művészettel, de azért jó. Kis Judit Ágnes Budapestről érkezett Makkóra a rendhagyó irodalomórára. A Nemes Nagy Ágnes művészeti szakgimnáziumban tanít jelenleg, emellett számos verses kötete és prózai műve is megjelent már. Az irodalom tanításon neki is az a véleménye, hogy erőteljes reformra szorul, a kortárs írásoknak nagyobb szerepet kéne kapniuk. Amellett vagyok, hogy inkább műfaj szemléleti vagy tematikus irodalmat tanítsunk kortárs szemlélettel, és aztán az érettségire való fölkészülés évében pedig ezt kronológiailag lehet rendezni. Nekem most az a tapasztalatom, hogy igazából, ha nagyon a tételekre fókuszál valaki, akkor fél év alatt simán fel tud készülni, egyébként pedig lehetne időnk arra, hogy megszerettessük az olvasást. A hétfői rendhagyó óra interaktív volt. A diákok maguk is kérdezhettek, így aktívan részt vehettek az előadáson. Végezetül egy felhívás. Lázár János országgyűlési képviselő lakossági fogadóórát tart a Makói Városházán, az országgyűlési képviselői irodában. Az érdeklődőket január 19-én 16 órától fogadja a miniszter. Most pedig lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Lázár Jánost indítja a Fidesz az április 8-ai választásokon. Csongrád megyében nincs munkanélküliség. Tető alá hozták a levéltár új épületét. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornán, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 22 perckor a Hírextra című hírháttér magazinunkkal jelentkezünk. Majd 18 óra 40 perctől a Diagnózis című magazinunkat tekinthetik meg. 19 óra 20 perctől pedig a Kísérletek a fizika hőskorából című ismeretterjesztő kisfilmet tűztük műsorra. Kedves nézőink, ez volt a szerda esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk újból friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is, én már a búcsúzom. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!